Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rendkívüli intézkedések a járvány miatt. Újra a védekezésre koncentrálnak Szekszárdon. Elmaradnak a kosármeccsek, ismét karanténban a paksi kosarasok. Munkában az iskola rendőrök, a Tolna megyei iskolákban is segítenek a rend fenntartásában. Csonkafák sió a gárdon. Nem csak a látképet rontja, de baleset veszélyes is lehet. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el Szekszárd polgármestere a járvány terjedésének lassítása érdekében. Erről szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján beszélt Ács Rezső. A városvezető újból közgyűlési hatáskörben fog eljárni a következő két hétben, ugyanúgy, mint a járvány első hullámának idején. Az egyik első döntése, hogy automatikusan meghosszabbítják a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró szociális és lakhatási támogatásról szóló szerződéseket. Emellett a polgármester a következő hetekben kiemelt figyelmet fordít majd arra is, hogy az elmúlt hónapokban megakadt fejlesztéseket felgyorsítsa. Testhőmérsékletet mérnek mindenkinél, aki a szekszárdi polgármesteri hivatalba lép. Az intézkedést már hetekkel ezelőtt bevezették, ugyanúgy, mint ahogy a kézfertőtlenítő használata is kötelező. Most a különleges jogrend újbóli kihirdetése miatt viszont további intézkedéseket rendelt el a város polgármestere. Ács Rezső a törvény által előírtaknak megfelelően újból közgyűlési hatáskörben fog eljárni a következő két hétben, ugyanúgy, mint a járvány első hullámának idején. Ezt szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján jelentette be. A polgármester már utasította az önkormányzati cégek vezetőit, hogy dolgozzanak ki intézkedési tervet a vírus terjedésének lassítása érdekében. Emellett arról is döntött, hogy automatikusan meghosszabbítják a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró szociális és lakhatási támogatásról szóló szerződéseket. Így az érintett szekszárdiaknak nem kell a hivatalba menniük. Ezzel a cél a személyes érintkezések számának csökkentése. A polgármester a járványügyi intézkedések mellett a következő hetekben kiemelt figyelmet fordít majd arra is, hogy az elmúlt hónapokban megakadt fejlesztéseket felgyorsítsa. Én, mint a vészhelyzetben a közülési jogok gyakorlója, arra szeretném az időszakot felhasználni, hogy az alvó beruházások, fejlesztések felgyorsuljanak, meginduljanak, és a város végre visszatérjen a fejlődés és a növekedés útjára. Ács Rezső azt mondja, minden jel arra utal, hogy további szigorításokra is szükség lesz. Ezeknek a kidolgozása már elkezdődött. Ebben a munkában jut kulcs szerep Gábor Ferencnek, a város október elején hivatalba lépett jegyzőjének. Sokat segít abban, hogy a hivatal működése az zökkenőmentes legyen. Ezek az intézkedések mielőbb megszülessenek, pályázatok mielőbb elinduljanak, és a szükséges rendeletek, jogszabályok, közösségi döntések is mielőbb megszülessenek. Gábor Ferenc azt mondja, már felállították azokat a munkacsoportokat, amik a járvány első hulláma idején is működtek. Az első egyeztetést hétfőn tartják, és ha szükséges lesz, újból megszervezik például az ételkihordást az időseknek. Emellett Szekszárd jegyzője azt kéri a helyiektől, hogy lehetőleg az önkormányzattal kapcsolatos hivatali ügyeiket online intézzék. És ezúton is arra kérjük a lakosságot és az ügyfeleket lehetőség szerint a hivatalt csak rendkívüli olyan esetben keressék fel, amikor indokolt, és nyilvánvalóan az ügyeiket próbálják online intézni. Erre lehetőségük van, erre a technikai lehetőséget biztosít. Úgyhogy ezeket a legfontosabb intézkedéseket hoztuk meg egyelőre a hivatal tekintetében. Kézfertőtlenítés könyökkel és hőmérsékletmérés a fali lázmérővel. Ezek a felvételek a Baka István általános iskolában készültek. Itt már a héten bevezették azokat a rendkívüli intézkedéseket, amikkel a cél a járvány lassítása. Ide már a diákokon és a tanárokon kívül más nem léphet be. Folyamatosan fertőtlenítik az asztalokat az iskola ebédlőjében, és a gyerekek is osztályonként használnak egy-egy asztalt. Itt különösen fontos volt már a héten rendkívüli intézkedéseket bevezetni, mert november második hetében megkezdődik az intézmény felújítása. A vállalkozóval azt beszéltük meg egy egyeztetés során, hogy a munkások, amikor belépnek az iskolába, elkülönítve egy külön bejáraton fogják megközelíteni az iskolát, tehát egyáltalán hermetikusan el lesznek zárva a gyerekek a vállalkozó embereitől. A Baka iskolában már működő intézkedéseket hamarosan az összes többi szekszárdi iskolában bevezetik. Újabb 4709 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést.
Ezzel 99.625 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2250 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 74 000-et. Több mint 5000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 391-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 1108 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta, adta közre a hivatalos koronavírus tájékoztatási oldal. Rövidesen döntés születik arról, hogy a halasztható műtéteket felfüggesztik, hogy így is ágyakat szabadítsanak fel, mondta Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádióban. November végére 2240 intenzív ágyra, december 10-ére 4480-ra lesz szükség az előrejelzések szerint. Ez egyúttal 30-32 000 kórházi ápoltat jelent. Itt van nagyjából a teljesítő képességünk határa, mondta a kormányfő. Az elhunytak átlag életkora 76 év felett van, ezért a miniszterelnök figyelmet és belátást kér a fiataloktól. Az iskolákat, amíg lehet, nem zárják be, 7 hét van a téli szünetig, addig kell kibírni, fogalmazott Orbán Viktor. Elmaradnak az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzései. A paksiak szombaton a Szegedet fogadták volna, azonban miután az Aegis Körmend csapatában egy pozitív koronavírus teszteredményt találtak, és mivel az ASE együttese kedden találkozott a Vasi Gárdával, karanténba kellett vonulnia annak a 7 paksi játékosnak, akik egyszerre voltak a pályán a koronavírusos sportolóval. Valószínűleg emiatt a november 14-i kaposvári KK elleni mérkőzés sem kerül lejátszásra. Jan Pavlik szakosztályvezető úgy nyilatkozott, előreláthatólag egy hónap múlva léphetnek újra pályára bajnokin. A jövő hét péntekig szól a karantén, viszont ugye szombaton, jövő hét szombaton lenne tervben kaposvári meccs. Ez is úgy néz ki, hogy el fog maradni, most így nem fogunk mi se vállalni, hogyha karanténból kijövünk pénteken, viszont a Kaposvárnál is probléma van, ott is lesz jövő hét péntekig vagy szombati karantén, úgyhogy legközelebb játszunk egy hónap múlva. Harmadára csökkent a Babits Mihály Kulturális Központ színház termének a befogadó képessége. A november 4-én életbe lépett járványügyi intézkedéseknek megfelelően már csak 193 főt lehet egyidejűleg az intézmény színház termébe fogadni. A művelődés szervezőknek több rendezvényt is át kell majd gondolni. Eddig közel 600 ember nézhetett meg egy színházi előadást, vagy vehetett részt egy koncerten a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. A november 4-én bejelentett új, szigorúbb intézkedések bevezetésével a befogadható nézőszám is a harmadára csökkent. Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy november 4-től 193 ember vehet részt a színházteremben lebonyolított eseményeken, a 60 fős moziteremben pedig maximum 20-an élvezhetik a vetítést. Az új helyzet új intézkedéseket is von maga után, tehát a már leszervezett, teltházas vagy nagyobb nézőszámmal rendelkező előadásokat is át kell szervezni. Azokat a rendezvényeinket, akár koncert, akár színdarab, ahol a megengedettnél jóval több ember jöhetne csak be, azokat a rendezvényeket most igyekszünk újra szervezni, és igyekszünk mi hamarabb pótolni, lehetőleg a pandémiás járványügyi helyzet lejárta után, hogy mindenki, akár bérletes, akár kvázi sima jegyvásárló élvezni tudja az előadásunkat. Gödrey Zoltán elmondta, hogy dolgoznak egy olyan összesítésen, amiből kiderül, melyek azok az előadások, amelyeket át kell szervezni, újra kell gondolni, vagy akár új időpontban kell majd lebonyolítani. Ezekről folyamatosan tájékoztatást adnak a Kulturális Központ honlapján és a közösségi oldalukon. A kommunikációs osztályvezető azt is elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Kulturális Központ csökkentett látogatószámmal ugyan, de tovább működhessen. Van egy COVID-19 intézkedési tervünk, ez az oldalunkon is megtalálható, abban is benne van minden részlet, hogy hogyan vigyázunk a nézőink és a saját munkatársaink biztonságára. Mindent megteszünk mindig annak érdekében, hogy a lehető, szó szerint legtisztább körülmények fogadják az ide érkezőket. Aki mégis úgy döntene, hogy inkább visszaváltja már megvásárolt jegyét, november 30-áig megteheti a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában. Lemondott Bátaszék annak a tervének megvalósításáról, hogy új helyszínen új művelődési házat építsen. A kidolgozott, módosított változat szerint az eredeti költségek feléért alakítanák át a jelenlegi házat,
mely helyet adna a városkönyvtárának, színháztermének és további közművelődési terveinek. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, csak kormányzati segítség esetén van esélyük arra, hogy megvalósítsák terveiket. Ez az új bátaszéki művelődési ház terve. A városi önkormányzat minden képviselője egyetért abban, szükség van a város kulturális tereinek újragondolására, ám ehhez elengedhetetlenül fontos a jelenlegi művelődési ház átépítése. A város már letett eredeti tervéről nem építenek új helyen új művelődési központot, mondta Bozsolik Róbert polgármester. A városban szükség van egy olyan közművelődési térre, ami magába tudja foglalni a művelődéshez, szórakozáshoz és civil szervezetek kiszolgálásához szükséges helyiségeket, és magába tudja foglalni azokat a közgyűjteményi feladatokat is, gondolok én itt a Városi Könyvtár által ellátott feladatra, ami egy 21. századi kisvárosban szükséges, hogy egy kicsit korszerűbb feltételek közé kerüljön. Amennyiben megépül az új intézmény, ebben kap majd helyet a Városi Könyvtár is, melynek helyére kiállító termet tervez a város. Az új közművelődési térben épül meg egy színházterem, kiszolgáló egységek és próbatermek a városi civil szervezetek csoportjai részére. A város nem fogja tudni önerőből megvalósítani. Azt gondolom, hogy mint az elején is mondtam, pártállástól függetlenül mindenki fontosnak tartja ennek a létesítménynek a megvalósítását. Így bízom benne, hogy országgyűlési képviselőnk segítségével, a megye egyéb ország, vagy további országgyűlési képviselőnek segítségével valóban ezt a beruházást meg tudjuk valósítani. Az eredeti tervek szerinti kultúrház megépítése 5 milliárd forint lett volna, a mostani koncepció 2,5 milliárdból fedezné Bátaszék művelődési házának beruházását. 9 migránst és egy embercsempészt fogtak el a rendőrök, mindannyian egy 5 személyes autóban utaztak. Még a csomagtartóban is illegális határátlépők voltak. Az elfogásra az M9-es úton a Szent László híd közelében került sor. Az embercsempész szerb állampolgár ellene eljárást kezdeményeztek a rendőrök, 9 utasa pedig szírnek vallotta magát. A kollégáim a férfit előállították, elfogták, és embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbevételét követően pedig a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására. A 9 illegális migráns az éjszaka folyamán visszakísérték a szerb határszakaszra. Szeptember óta országosan 12 alkalommal kellett kényszerítő eszközhöz folyamodniuk az iskolaőröknek, akik több mint 250 esetben intézkedtek az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. Összesen 443 intézményben teljesítenek szolgálatot. A Csapó Dániel szakközépiskolában 2 iskola rendőr felügyeli a rendet, eddig nem volt még példa komolyabb beavatkozásra. A maszkviselési szabály betartásában és a rend fenntartásában segítenek elsősorban a Palánki iskolában. Iskolarendőrök kísérték fel ezeket a késő diákokat az osztálytermükbe a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Többek között ilyen feladatokat látnak el szeptember óta az intézményben. Folyamatosan járőröznek az udvaron és a folyosókon. Ha a diákok kérik, tájékoztatást adnak a tantermekről, tanárokról, továbbá ha szabálytalanságot tapasztalnak, például ha a diákok nem viselik a maszkot, felszólítják őket a regulák betartására. Fülöp Mónika igazgató elmondta, intézményükben nem csak bent, hanem az udvaron is kötelező a maszkviselés, mivel az iskolába járó több mint 300 diák elkülönítése nem megoldható az épületek közötti mozgás miatt. Így a rend és a közbiztonság fenntartásában nagy segítséget jelent nekik az iskola rendőr. Az iskola ugye nagy területen fekszik, és egy közút választja el a telepet, illetve az iskolát, és a közbiztonságban, illetve a közlekedési biztonságban nagyon nagy segítséget jelentenek. Az iskolarendőröknek eddig nem sok dolguk akadt a Palánki iskolában. Sem összetűzésbe keveredő tanulóknál nem kellett közbelépniük, sem egyéb intézkedést nem kellett tenniük. Az iskola igazgatója azt mondja, az esetleges feszültségeket eddig mindig könnyedén elsimították a tanárok. Előfordul, hogy diákok között esetleg konfliktus alakul ki, tetlegességig még nem fajult a dolog, de ezeket a problémákat, konfliktusokat azért a szaktanáraink, osztályfőnökeink meg tudják oldani. Országosan azonban nem ennyire kedvező a helyzet az iskolákban. Szeptember 1-e óta 12 alkalommal kellett kényszerítő eszközhöz folyamodniuk az iskola rendőröknek.
rendőrök, akik összesen 257 esetben intézkedtek az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. Összesen 443 intézményben teljesítenek szolgálatot az iskola rendőrök. Ezt vagy maguk az intézményvezetők kérhették, vagy az állami intézmény fenntartó felmérése alapján jelölték ki az iskolát. A Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskolába az utóbbi okán került iskola rendőr. Az intézményvezető véleménye szerint valószínűleg azért, mert az iskolában rendészeti képzés folyik. Megcsonkították a fákat az áramszolgáltató megbízásából Siógárdon. A polgármester elmondta, bár a szolgáltatás védelmében van szükség a növények metszésére, ez így akár balesetveszélyes is lehet. Véleménye szerint olyan megoldást kellene találni, ami mindenkinek megelégedésére szolgál. Nem vandalizmus és nem természeti katasztrófa sújtotta a siógárdi főutcát, csak az áramszolgáltató megbízásából gallyaztak. Ilyen amorf módon metszették meg azokat a fákat, amik benőtték a villanyvezetékeket. A település polgármestere elmondta, hogy az ellátás biztosítása miatt van szükség a fák megcsonkítására, de ilyen formában akár balesetveszélyes is lehet. Néhány fának annyira ki lett vágva az ágai, hogy szinte szerintem az egész fát se esztétikailag, se szerintem egészségügyileg a maga a fának a jövőjét képe, hogy ki kell sajnos vágni, hiszen egy félig megdőlt fenyő az akár életveszélyes is lehet, hiszen annak fölül vannak a gyökerei, és egy nagyobb szélviharnál, így hogy a súlyelosztása nem egyforma, ugye akármikor rádőlhet, akár a házra, vagy akár az ott közlekedőkre. Gerő Attila polgármester elmondta, megérti, hogy a szolgáltató saját ellátását védi, hiszen senki nem örülne, ha például karácsonykor elmenne az áram. Mégis azt gondolja, hogy olyan megoldást kellene találni, ami nem rombolja a település látképét, nem veszélyezteti az ott lakókat, de az áramellátás is biztonságban üzemelhet tovább. Olyan fák vagy növények bemutatása, ami ugye elfér még a közterületen, és az ő áramszolgáltatásukat sem zavarná, ez lehet akár egy nagyobb léptékű program is, amivel meg tudnánk mutatni azt, hogy szép legyen a település, de viszont az ilyen veszélyeket se hordozza magába, hogy leszakítja az ő vezetéküket. Az esettel kapcsolatban megkerestük az áramszolgáltató céget, hogy megtudjuk, miért szükséges ilyen módon megcsonkítani a fákat. A szóvivő azt ígérte, utána jár a történteknek, és amint megvizsgálták az esetet, egy későbbi időpontban megválaszolja kérdéseinket. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Több buszjárat a járvány miatt, de kevesebb a sofőr a pénz miatt. Se felvonulás, se koporsó égetés, nem rendezik meg idén Mohácson a busójárást. Véget ért a viharjelzési szezon, idén is sok dolguk volt a vízirendőröknek. Több járatot kell indítani a pécsi közösségi közlekedésben is a járvány elleni védekezés jegyében. Erről döntött a kormányzat a napokban. Azonban a Baranyai megyeszékhelyen maximális munkaerő kihasználtsággal dolgoznak a Tüke busznál a sofőrök már most. Ugyanis sokan elhagyták már a céget az alacsony órabér miatt, és mentek például a távolsági közlekedést végző vállalathoz. Jelenleg mintegy 300 buszvezető vezeti a pécsi helyi járatokat. Ha a sűrűbb járatok miatt többre lenne szükség, az megoldhatatlan feladat elé állítaná a céget a szakszervezet szerint. Több buszjáratot kell indítani a megyei jogú városokban, így Pécsen is, a most megjelent kormányhatározat szerint. A Covid-járvány miatti védekezés része, hogy ne alakuljon ki zsúfoltsága a közösségi közlekedésben. Ezért reggel 7 óra és délelőtt 9 óra között, valamint 15 óra és 19 óra között kell több buszt indítani. Azonban ez akadályba ütközhet Pécsen, mondja a buszosok szakszervezeti vezetője. Ennél több kellene, akkor ugye autóbuszvezetőt azt nehéz lesz többet találni, mert nagyon sokan elmentek a cégtől, ugye a távolsági a volánnál ott magasabb az alapórabér, és ezért ugye még a 30 éves dolgozó is föláll és átmegy. Már hónapok óta húzódik a helyi buszvezetők alapórabérének rendezése, pedig ezt kérte már az érdekképviseletük is. Évelején kértük az 1400 forintot, hogy arra emeljék meg az alapórabért. Ez csak 8%-ot kaptunk, így lett 1211 forint. Még lebegtettek 7%-ot, hogy adott esetben annyit még hozzátesznek, de ez elmaradt. Úgyhogy ez 1211 van, meg némi évek utáni pótlék,
meg ugye a törvény által előírt műszakpótlékok. Ezért hagyják el a pécsi tömegközlekedést bonyolító tükebuszt az autóbuszvezetők, a szakszervezeti vezető szerint. Jelenleg maximumon vannak a sofőrök, vagyis több műszakot már nem vállalhatnak a törvényi előírások miatt sem. Így azonban több járatot nem tud indítani a cég, mint most. Kerestük a tulajdonos önkormányzatot is az ügyben, de egyelőre nem értünk el senkit. Az új, sűrűbb menetrendet a Baranya megyei kormányhivatalnak kell benyújtani. Ott döntenek arról, hogy ezt elfogadják-e, vagy nem. Ha nem, akkor kötelezik a céget, hogy végezze el a feladatot, de akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, akár többször is. Nem rendezik meg a busójárást. A mohácsi városvezetés a koronavírus fertőzés esetleges, nagyobb arányú elterjedésének megelőzése miatt jutott erre a döntésre. Az egyébként 2021. februárjára tervezett télűző népszokással kapcsolatban semmilyen program nem lesz megtartva. Pávkovics Gábor polgármester közleményében arra kéri az érintetteket, hogy ne szervezzenek kirándulásokat, turistautakat Mohácsra. A 2021. februárjában tervezett hagyományos busójárást a súlyosbodó új koronavírus járvány miatt Mohács nem tartja meg, jelentette be a Dunaparti város polgármestere. Pávkovics Gábor úgy fogalmazott, a mindenkori szereplők, résztvevők és a mohácsi farsangi tradíciók után érdeklődő közönség iránti felelősség miatt jutott erre a döntésre. Erről a képviselőtestülettel és a busó csoportok vezetőjével is egyeztetett a városvezető. Azt mondták, hogy valóban nem lehet megrendezni 50-60 ezer ember részvételével a városban a busójárást. Erről tájékoztattam a képviselőtestületet is. Természetesen ugye most vészhelyzeti időt élünk, és a képviselőtestület mandátumát a polgármester gyakorolja, ezért nekem kellett polgármesterként meghozni ezt a határozatot, amiről tudjuk tájékoztatni a közvéleményt, a városlakókat, az utazási irodákat, a szállodatulajdonosokat, hogy ebben az évben, illetve 2021. februárjában nem lesz megtartva a városban a busójárás. A most kiadott közleményben olvasható az is, hogy a városvezetés arra kéri az érintetteket, érdeklődőket, hogy a jelzett időtartamban ne szervezzenek kirándulásokat, turistautakat a baranyai településre. A fertőzés esetleges nagyobb arányú elterjedése beláthatatlan következményekkel járhat. Ilyen veszélyeknek kitenni emberek százait, ezreit igen komoly felelőtlenség lenne, fogalmaz a polgármester. A városatyák remélik, hogy a 2022. évi busójárás megrendezése elől már elhárulnak az akadályok, zárul a közlemény. November 1-ével véget ért a viharjelzés a Balatonnál. Az idén is 11 toronyból érkeztek fényjelzések a fürdőzők és a hajósok számára. A közelgő vihar idején 6 olyan erősségű vihar söpört végig a térségben, ahol a széllökések csaknem elérték a 100 km/órás sebességet, így a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság munkatársainak jóval több dolga akadt. A szakemberek felkészültek a téli időszakra is. Alapvetően egy változékony idejű viharjelzés és hajózási szezon volt ez a 7 hónap. Rengeteg mentéssel, rengeteg vízirendészeti intézkedéssel tarkított volt, és amellett, hogy rengeteg nagy rendezvény nem valósult meg, még a Balatonnak a hagyományos nagy vízirendezvényei mégis megtörténtek, megvalósultak, hiszen volt kékszalag, volt balatonátúszás, és rengeteg olyan kis verseny is későbbre tolódott, amely ugye mondjuk a klasszikusan a június-júliusi időszakban került eddig megrendezésre. Összességében azt lehet mondani, hogy egy viszonylag kiélezett szezon zártunk. Egy kezdeti nyugalom után egy nagyon felfokozott hangulatú lett a Balaton, és rengetegen voltak, és én azt hiszem, hogy a vízirendészet jól helytált ezekben a viszonylag nehéz időkben is, hiszen nagyon sok életmentés sikeresen lefolytattunk, és szerencsére kevés volt a vízbefulladás is. Minden egyes tragédia sok, tehát soha nem mondhatjuk, amíg történik vízbefulladás, hogy kevés, de azért az átlag évek szempontjából az ide látogatók arányához képest szerencsére nagyon kevés víziközlekedési baleset történt. A Balatonon több mint 150 kijelölt fürdőhely van, és mi is azt láttuk, hogy gyakorlatilag egy törölközött szinte nem lehetett letenni, és én azt hiszem, hogy ez a humán terhelés nyilván a vízterületen is megjelent, nem csak a fürdőzők számában, hanem a víziközlekedők számában is. És ezért mondom azt összességében, hogy igen, lehet, hogy a 80-as éveket idézi ez a fajta terhelés, ez a humán terhelés, de szerencsére sikerült jól helytállni. És most nézzük Tolna megye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Rendkívüli intézkedések a járvány miatt. Újra a védekezésre koncentrálnak Szekszárdon. Elmaradnak a kosármeccsek. Ismét karanténban a paksi kosarasok.
Munkában az iskolarendőrök, a Tolna megyei iskolákban is segítenek a rend fenntartásában. Csonkafák sió a gárdon. Nem csak a látképet rontja, de baleset veszélyes is lehet. Hétvégén a ködös hideg reggeleket követően derült napos idő várható. A jövő hét első felében sem várható front érkezése marad az anticiklon térségünk felett. A hőmérséklet is ennek arányában alakul, a napos részeken kevéssel 10 fok felett, a tartós ködben több fokkal az alatt valószínű a maximum érték. Még reggelenként a derültebb részeken előfordulhat gyenge fagy, jelentősebb csapadék nem, de köccitálás előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!